mert nem tudták, hogy miért működik, és sem tudták, hogy miért nem. Hát a véletlen összehozott egy valamilyen működő szerkezetet, jó volt addig, ameddig megvállították, azt azt sem tudták újraindítani esetleg, mert valami tőlük berezget, elindult, és attól kezdve szépen működött. Hát eddig még le nem kapcsolták, azt vissza akarták kapcsolni, többen nem indult. Vagy nagyon nehezen sikerült újraindítani. De már a másik oldalra nem tudták elindítani, mert nem az elvet értették, hogy minek az alapján működött. És ez a tényleg. Ez a nagyon érdekes, hogy a földön kívüliek nem tudnak mind a két hipertérben utazni, hanem csak az egyikben. Tehát mondjuk az, aki mondjuk a mi terünkben lakik, ebben 6 darab univerzum van a mi terünkben, 6 párhuzamos univerzum van, de a 6. soha sincs együtt a többivel. Úgy néz meg, hogy itt van egy ilyen számolás, 1, aztán 1-2, 1-2-3, 1-2-3-4, 1-2-3-4-5, ez 3-szor van egymás után, így megfordulva. Tehát így 5-4-3-2 lesz belőle, és aztán leépül vissza megint, de akkor az 5-ös marad az utolsó, és aztán egy fekete sávú. Ez azt jelenti, hogy az univerzumban az 5 atya belépkedett az oktaiderbe, de 3 oktaider van, és amikor átmegy a másik oktaiderbe, akkor már visszatérés közben csak egy-egy jön vissza, tehát itt van, hogy 1, 2, 3, 4, 5, akkor csak egydimenziós az univerzum, vagy csak egy 100-szerű univerzum jelenik csak meg, és utána, de ezek is sorban, tik-tik-tik-tik, 5 darab, és utána megint jön egy szünet, és utána megint felépül az ötdimenziós univerzum, és így tovább. És képzeljétek, ez rajta van a Szent Koronában. Hol vannak, tértek? Hol vannak ehhez képest a mai fizikusok? Hát sehol. Hát még a negyedik dimenzióban a kőzt, hogy bele tudja tüszkölni, mert ugye tele van a XYZ koordinátorrendszer, az tele van, minden irány tele van. És akkor csalni kell, ez leveszi az egyiket, és rátudja a tét. Na, tényleg a skalát, mert hát oda meg tolnak tényleg, ha ne. Hát ez nem tudja. Persze, mert mindegyik dimenzió gömbszerűen terjed. Mindegyik idő. Nem az van, nincs csak dinamikus dimenziók van, a statikus kiterjedés nincs. Milyen kiterjedés az, hogy ekkora? Hát olyan kiterjedés nem létezik. Ez az elején mondtam el. Hát butaságokon is elcsúsznak, mert nem gondolja végig. Hát gyerekek, hát gondoljátok, ijedek már le, aztán gondoljátok végig, merjetek engem nagyon nem számít. Csak gondolkozzatok, mert a gondolkodás nélkül ez nem fog menni. Lehet, hogy én butaságot veszélek. Leültök ti, akkor mind okosak vagytok, majd megoldják. De kezdjetek el már gondolkodni, mert ezek az alapok rosszak. Én csak azt mondom, hogy rossz az alap. Az összes alap rossz. Tehát ameddig nincs tér, meg idő, addig nincs hely. Milyen nagyon érdekes. Tudjátok, hogy hol van a naprendszernek a forrás? Mi van a napban? A napban. Ott van a dimenzió forrása a naprendszer. Meg a Föld közepében is van egy másodban is, ez után követik. Vagy a Holdban is. Na ez volt a Isten. És nem ám azt, hogy egy bácsi azt mondjuk, hogy a napban van. De benne van a Bibliában. Ez a pogány csúnya ronda dolog benne van a Bibliában. Képzeljétek el, megtaláltam. Hogy van ez benne a Bibliában? A napban öltözött asszony. A napban öltözött asszony. Képzeljétek el. Na jó, tehát mi az, hogy a napba öltözött, most éppen fölvetted a kosztümkamát, mi az, hogy a napba öltözött asszony? Magára veszi a napot, mint egy kosztümkamát. Az anyagi napot magára veszi egy nem anyagi asszony, mert ez nem egy lény, hanem egy fénykvantumban a mesi királylány. Ez az a királylány, aki a sárkány párányban lakik, bizonyára. És a mesék elmondják a megfejtést, elmondják a megoldást, így megmondják neked, ez a haver, ez a megoldás. De neked bonyolultak kell, de nem érted meg, bonyolultak kell. Hanem valami olyasmit keresel, hányan meg. Én már szépen ezt a hányan meg azt mondom. Én? Írjátok meg? Szóljátok meg? Akkor mehetek aludni. Nyugodtan, nem kell. Na lényeg, hogy már nagyon jó fele haladunk.
most, mert már kezdünk valamit tudni arra, hogy milyen lehet a téridő. És ez a téridő, ez egy bonyolult, milyennek ábrázolják mondjuk a kopjafájunkon? Milyen? Talán láttatok ezt a hatszínű világot, ugye? A kopjafájunkon. Amikor körződött volt, emlékeztek, rajzolgattunk el körcs, hogy visszamegyszettük, és hogy a világot rajzoltunk, arra mindenki emlékszik. Arról van szó, az a szentlélek képzeld el. A gyerekek tudták, mi a szentlélek. A felnőttek nem. A gyerekek tudták. Nem rajzolták, mert a gyerekek mindig közelebbi kapcsolatban vannak az Istennel. Nem az az Istennel, akit a felnőttek akarnak neki magyarázkodni, hanem a napistennel is kapcsolatban állnak. Mindig. Ez nem valami fogány dolog. Napszerám. Miért lenni a fogány a napszerám? Napszerám az ott van a napon. Szer az hely. Ár az éj. Szerám az az éj hely. Ő a hely. Ő hozza itt a naprendszernek a helyet. Nem csinál semmilyen fogány dolog, helyet csinál nekünk. Vessék észrevenni, hogy a Helios, az, hogy is van leírva, Helyosnak, hogyha a magyarul olvasnánk kell talán, ugye meg is mondani írják a Helyost. Mint hogyha ez is csak ugyanazt mondaná az ógörög is. Hogy igen, ő tudta, hogy ott van hely forrása a napon van. Ezért imádkoztak a nap felé, nem a naphoz imádkoztak érdes drágáim, hanem a napszerához. De miért? Mert ő a mindenható helyét helytartója. Aki egyenesen közvetődik tovább a galaxis helytartójához, aztán a metagalaxis helytartójához, azt pedig úgy hívják, hogy Uranosz. Nem Uranusz, mint a bolygó, Uranosz hova. Az Uranosz az nem más, mint a metagalaxis centrum. Ez az egész világnak a központi térforrás. Ez általában egy fekete lyuk közepén van, szóval nem körül ottan bele kekeckedni. Ez benne van egy fekete lyuk közepén. És ez a hihetetlen energiaforrás mozgatja, képzeljétek, az egész hatalmas, tehát még a galaxisokat is kell. Egy fénykvantum, egy darab fénykvantum, kerengető összes galaxis, minden galaxisban is van egy ilyen fénykvantum, ő csak a saját csillagait kerengeti. A saját csillagok is kerengetik a saját bolygónkat, a saját bolygó kerengetik a saját bolygónkat, és ez minden fokozattal lejjebb van. Ez lejjebb megy atomi szintre is, meg még lejjebb. De a lelkedben is van egy ilyen térszerám, a te lelkedben, a tiéd, mindenkinek a lelkedben van egy ilyen térszerám. Ez egy nagy kegyelem. Nagyon nagy. Ki tudja miért? Ha mész ott az Ahonban, ha egy űrhajót csinálsz már, egy nem ilyen rakétákra körülbelül, ez felesleg az, egy tűzjáték. Ha nem olyan űrhajóval, mert tudsz menni a galaxis túloldalára is. Térugrásokkal mész, nem áll az, hogy megy számít az ezerszeres kényszerességet, a valóság ez egy balterest utasság. Nem számít az ezerszeres kényszerességet. Itt van, aztán ott van, aztán meg itt van, aztán ott van, és így. Mint a mennyi a mesében, jaj, hogy is igen. Na. Hét mérföldes, csizma, pizoma, hogy egy lépés hét mérföld, a hét mérföld az 10 kilométer. Na hát, ha úgy gyakorolsz, hogy minden lépés 10 kilométer, akkor haladsz számít. Egy 10 kilométerenként jelensz meg a térbe, és már ott vagyok. Hú, nagyon van a világ oldalán vagyok. Hétmérföldes csizmában. Mert ez ugyanaz. A mesélőben ez a történet benne van. Meg itt legyen, ott legyen, ahol akarok, ugye is a köpönyekben, bizonyára. A milyen teológásos köpönyek az kérdelem. Nyilván eltűzhoz, meg megjelent. És nem kell menni. Tehát nincs gyorsulás, lassulás, fizikát felesleg. Ez nincs. Itt van, meg ott. Fizika ez, csak ez már térteknológia, ez már nem ez a newtoni fizika, az már nem is az Einstein meg a korabeli fizika, hanem annál sokkal okosabb, sokkal tálabb, sokkal több dolgok és tudó fizika. Nem baj, ha valamit tudunk, az jó. Hogyha meséljük valami hatalmas nagy térteknológiai trükköket mondanak el, az meg még jó.
Én a marhát szeretem, én nagyon szeretem, komolyan, hogyha rájönnek arra, hogy melyik esemiről szól, pláne nem is tudom a gyakorlatban valósítani. Mondjuk csak egy lényeg földre csinálás. És működik, az már azt a nézem. Mert ez a lényeg, értitek, hogy mit akarok? Mert ez egy ilyen fantasmagóriának a kívülülesség. De már látszik, hogy nem, már itt van a közelben az ajtó, már itt kopogtat, mert nem életlenül a Kovács Ádám kitett a cellából felkapolja, az most csinált egy olyan 2 kW-os generátort, ami az már nem semmi. És működik. Tehát 2 kW-ot tudjuk le, de nem kell hozzá semmi, nem fogyaszt semmi. És ez a lényeg, hogy nagyon sok ilyen dolog van még, és ezzel szeretnék én nektek még valamit akarok nektek mutatni, még ilyen termelni valami, mert aztán elmondjuk. Milyen sokáig? Milyen sokáig? Én kitartó vagyok. Én nektek meg kitartó vagyok. De nem ilyenek a mindenének. Én már láttam, egyelőre kapva meghalni. Bögös volt, amit villaszerelőt is láttam, hogy örömet mondott, ez azt meghal. Pedig ott volt a színűtő előkészítve ezt, de mégsem tudtuk megmenteni. Szegény villaszerelő meghal. De azt fontosta a kettő viszont, ez ilyen bomba volt. De egyszer nem sikerült nekünk megmondani, hogy kellett volna, annyi lett szegénynek. Kérdelmes írjára, hogy így minél jártam. Na keresem azt a, mi a csoda ennek a neve, ja. A tudatosan keresen jobb lesz, ez a Blavatsky, azért nem találom a véletünk, mert a véletünk kell az elején keresni. A Blavatsky akarom nektek megmutatni, ez egy rossz, egy jelen rossz volt. Megvan. Blavatsky Rothnak indiában hozott érdekes dolgokat, az ilyen, mint ez ilyen pálmaleveleknek a téma. És lefordították, magyarul is megvan itt nekünk. Leírja szépen, hogy hogy keletkezett az univerzum. Na jó, de ez nem a mai fizika szerint van. Ez a világkörülmény előtti fejezés, tehát ez nagyon régi. Tehát ez ilyen 10 000 éves. Nagyon régi. Az 10 000 éve olyanokat is gondolt, 14 éve is, olyanokat gondoltak, mert mondjuk a Hermes Trismegistus az 14 éve írta le a bölcsességét, az sem sem olyan, ha jobban megnézed, de az is így, amit leírta a világegyetem működését és teremtését. Képzeljétek el, ez is leírta, ez a, nem a Blavatsky dolog megírta, ő csak elhozta ezeket a feliratokat, és aztán lefordították. Ilyenek vannak benne, hogy az örökké való szülő örökké láthatott a ruháim a burkolba, megint egyszer hét örökké valóságot átszúrni. Egy jó kis mondat. Idő nem volt, alva feküdt az időtartam végtelen keveré. Egyetemes nyelve, itt angol is mondja, nem volt, mert nem voltak akri, hogy magukba foglalják. Az üdvösséget vezető hét útmeny volt, mint egy női tagona, de mindig nem lennek tagadással. Nyomorúságnak nagy okai nem voltak, mert nem volt senki, aki adott létrehozva, és senki, aki törve csalódottak. Egyedül sötétség töltötte meg a határtalan mindenséget, mert atya, anya és fiú megint egyszer egy volt, és a fiú még nem ébredt fel az új kerékre és az azon való zarándulásra. A hét magasztos úr, a hét igazság megszűntek a világért és a világegyetemre, szükség kira elmerült volt a Kornis pannájában, ahol kilehelje azt, ami van, és még nincs. Ez már egy érdekes, hogy azt, ami van, és még nincs, ez egy nagyon érdekes, mert ez a jövő, ugye? Még nincs, de majd lesz. Semmi sem volt. Tehát itt innen kezd, azzal kezdve az első 6 pont, hogy gyakorlatilag még semmi sincs, de elmondja, hogy mi nincs. Ez is nagyon érdekes. Elmondja, hogy mi az, ami nincs. De ezeknek mindnek lenni kell, hogy legyen világegyetem.
fokai megsemmisültek, a látható, ami volt, és a láthatatlan, ami van, az örökké való mellékben, az egyénben tihenik. Na ez az egyén is nagyon izgalmas lesz a valamikán, ugye? De egy pontból indult el a világegyetek fejlődése, de nem erős robbanás volt, mert nem tudtam, hogy fölrobban. Ugye? Ott kezdődött a probléma, hogy az robbanási elméletnek mi a legnagyobb baj? Véres nagy baj. Hogy már kész az vagy. Rögtön anyag. Tényleg? Azt mondom, mered tényleg. Minden anyag kész volt, egyszerre meg energia. Azt mondja, hogy 25 milliárd fok mered. Nem tényleg. Azt mondja, hogy sem volt mered. Mert hogy a fény akkor még nem volt. Mert azt mondja, hogy először csak pionok voltak. Milyen jó? Jó, pionok. Rendben van, legyen pionok. De az a kérdés, hogy akkor mi a túró volt 25 millió fok meleg? A pionok? Mi a fény? Nem tisztázta, mi a fény. Nem tisztázta, mi az anyag részecske. Nem tisztázta, mi az anyag. És hogy hol a felében van az anyag? Mert hogy van anyag, azt tudjuk. De hol a többi? Hol a rengeteg ugyanannyi anyag, mint anyag? Mert hogy meglegyen a kvalitás, a páros. Mint hogy a két kezem. Tükörszimmetrikus. Ugyanilyen tükörszimmetrikus a világban. És ki ilyen tükörszimmetrikus? Csak hogy mi ezt az egyik felét látjuk. Ezt a másik felét nem látjuk. De ez nem azt jelenti, hogy nincs, van. Csak mi nem látjuk. Miért? Mert hol ez a kezemben, hol egy változó. És ezek nagyon gyorsan változnak, és ez a hol volt, hol nem volt. Tehát a gyors változás a lényege, hogy hol itt van, hol itt van, hol itt van, hol itt van a létezés. Számtalan helyen találkoztunk már vele, már mióta egyébként dolgozottatok nektek, ebből is már egy csomó helyen előjött. És ezek a régi szentírások is ezt mondják. Fizikát mondanak el, gyerekeket nem azt mondja, hogy szeressétek egymást, hogy ezek a médiumok, amiket összeviszik át az interneten, hogy ne dobáljátok egymást rúgvéval. Hagyjatok, hogy mi ezt jövőket, szeret, simogassuk, szeressétek. Ami jó, szeretjük egymást. Na, és hogy lesz ebből, mondjuk a konnektorban neked áll? Mert tisztokulatod azt a határon, ha szólsz érte, mert ha lekapcsolom, akkor olyan házba kezdesz, amelyet a világon látod, mi? Hogy neked az jár, mert nem legyen a semmi, nem szól a tévé. Hát milyen dolog ez? Nekem kell az, azonban kell. Tényleg? Lányítsd az autogramatokat, rendben van. Mivel is terveljünk az állam? Állítsuk le, rohadt, bocskosak rohadt, sugárzó, mocskos rohadt, a dolog. Állítsuk le. De ameddig nem találtuk meg a megoldást, addig jobb, ha várnak. Aztán keressünk egy olyan megoldást, ahol se sugárzó, se káros, se, az legyen. És én azonban szívesen nem jár. De ez a, ezek ilyen pár évvel sem dolgodják, hogy most örömmel az a japán három reaktor, és most hirtelen a Fukushima, és most elkezdtek őrült nagy hangyalmát csinálni, mindjárt állítják a németek a reaktorokat, a svájciak is állítják. És akkor most már, mert felszámoljuk, elmentetjük, és is nem, pár évvel sem. De ez nem a megoldás. Haver, és akkor elkezd fordulni, de milyen fordulni, mert az is egy vissza. Tehát olyan nagyon nem akarsz fordulni, csak úgy csinálnak a spórolóban. De közben viszont úgy sok áram fogyasztunk. Hát gyerekek, forszívó azt hiszem, nem menne 300 wattal is, de hogy nem. De 2000 wattos forszívókat csinálnak. Mert hogy az sokkal jó masszív téme. Hát jó, csak egy nagy baj van. Akkor még több Fukushimát kell csinálni gyerekek, mert nincs áram. Mondani az az sok áram. Értitek? Mert az egyik az harcol, odaláncolja magát, mert mit tudja, harcol, az ő harcosoknak. Tehát odaláncolja magát, és jót akar ő, mert az atomreaktorok tényleg károsak az egészségre, csak egy nagy baj van. Pont ezek az atomreaktoros lobbik megrátolják azt, hogy azok a kutatók kapjanak egy fillért is, akik ezt föl tudják fedezni. Nehogy ezt tudod Magyarországon, hogyha te magó él. Annak, amit elképzelsz, a százalája is megcsinálná. Komolyan. Tehát azért gondoljatok bele, hát milyen pénzeket vettek fel ezek a szakértői díjakat az atomreaktorok, mert még ezt a 400 ezer forintokat kaptak havonta a mennyiség például. Baromi nagy szakértő lehetett az az atomreaktornál. De még volt egy csomó ilyen lényegű, aki ment oda minden hónapban teér. Minden hónapban mentek vastagok. Tehát ez a te pénzedből azért volt annyi az áram, mert a te pénzedből mindig kapták a kempát a zsebükbe. Hát ezért ezt kell már észrevenni,
hogy ez egy nagy széllátosság az egész, és nem azt mondja jelenti, hogy ott az atomreaktorban a személyesen is. Az MSN ismere van az atomreaktornak a vezérigazgatója. Ez most illetlenül egy olyan vezérigazgató legalább, aki ott nőtt föl. Tehát ez már volt olyan kinevezve is, hogy a Kovács, mert már közöttem, na, olyan, hogy is mondtak ott a vezérigazgatóra kinevezve, hogy a legkisebb probléma volt elkezdett sírni. Komolyan a bőgősnek hívták. Mindjárt bőgni kezdett. Elmondott valami, akkor elkezdett sírni. Ez volt a legkisebb. Mi lesz most felünk? És most mi lesz most felünk? Hát nem volt erre alkalmas lehet, gyerekek. Hát egy ilyen nagy létesítmény, ahol azért tényleg komoly veszélyek is vannak. De lehet abból mindenféle probléma. Ott nem lehet ilyen hallat, hogy lőjes, sirálkozós, oda harcos kell, hát nem lehet oda betegni. Hát nem. Hát a Kovács azt mondta, hogy ő nem felel semmire. Volt ez a franciák kitalálták, hogy nem három izért fogunk egyszerre megmosni, hanem 30. Sokkal gazdaságosan. Ilyen betegek. Na, fogták, pum, ráesztették a iszkét, nagy nyomás, másos, korsos, kárkét, puf, szétvitte a francba a nyomásra. Mindenket kiszorodott a tabletta belőle. Ó, nagy gáz gondozva, olyan, mint a híresi magyar, attól kiszorodott a izé, annyi világ, mint szorodott. Na, vége mindennek, agonizáltak, ráengedték a bort, a mindent, mert már jött a helyét, már arra mindjárt ott van, és akkor ott szaradottak vele életi, amíg aztán az oroszok fölvállalták, hogy ezt szemetet kitakarították. Apránként kiszedegették, kitakarították a szemetet, ez nem lesz itt munka, és akkor kitakarították, mert a franciák azok nagy arcoskodtak vele, csináltak egy akkora mosót, amiben 30 betétet is megjelent most, csak éppen mindjárt első alkalommal szétment az egész a franc. De oroszok is nagy arcok, hát amikor először idegődték az atomreaktor, akkor mindjárt a belső üzleteket volt, csak úgy mondom. Az a primer területet volt, az akkora rombarás lett volna, csak szerencsére észrevették a rövidre, engesztettek, visz nem érték, látták, hogy baj van. De ennek volt egy olyan előzménye, hogy abban az időben állandóan azt lehetett hallani, hogy ilyen baj van az atomerőművel, olyan baj, át akarták játszani a franciáknak, és a franciák azt hitték, hogy majd jól csinálnak. Csak majdnem rosszul sült el, és majdnem rátrobbantották. Úgyhogy aztán utána olyan csendet mintett. Még azóta megvan vastag az ideje. Csernobúgyi. Az az úgy, hogy Csernobúgyi. Tehát, mert a bűr az, az oroszul volt, a bugyet az meg lesz. Milyen a hungar, imádok a gyerekeket. Milyen a magyar hungar, rögtön megjelenik a vicc. Másnak van ott van a vicc, komolyan. És imádom, ha ezt nem szeretem, rögtön ott a vicc. Na, tehát még ezt a kis tantázat végre olvasok el. Egyedül került el a lépnek egyetlen formája határtalanul, dékoledül, ok nélkül, ez nagyon egyes jelentem, ok nélkül, ő az atomium. Tehát ő úgy hívjuk néha annól, hogy ők az originálisak, az eredetiek. Tehát amik nem kell, nem valaminek a következtében jöttek létre, hanem ők mindig voltak és mindig is lesznek. Ezek nem bácsik, nem nénik, nem hatalmasnak, ezért szörnyek, miért tudom én, mit vannak a fejekben, felesd el. Mindenki kis pont. Egy pici pont. Olyan pici pontok el sem tudsz képzelni. Na, ezek ilyen pici pontok. És ezekből keletkezett a világegyetem. Tehát nem kellett ősorvonás, anyag, ezért semmi nem kell. Se fény, se anyag, se, semmi nem kell hozzá. Először kellett, hogy találkozzanak, azt megmutattam nektek azon a mozgó ábrán, hogy találkoztak ezek a két teremtők. Létrehoztak egy csavarodott hullámteret, ez a Szentlélek, a Téligő, és ez már helyre szolgált a további dolgoknak a megteremtéséhez, ebben már keletkezhetett lélekfélnek anyag. Ezek a dolgok alkotják a világegyetemet, de nem is mi van, lélekfélnek anyag. Az van, hogy a fejedben ott van egy lélek, a tested az anyag, és benne a fény, mert meleg, vagy nem tudsz, csak meleg, mert 36 fokos meleg vagy, ugye ez a lényeg. Tehát fény is van benned, és te magad is fény szabadítasz föl. Úgy szabadítasz föl a fényt, hogy eszel, és széttört veled a hosszú molekulaváncokat, kisebbekre, és minden egyes széttörtelésnél fény szabadul ki belőle, és kőt kell a környezetén.
ugye, ami egy darab, ami az atomjai között is kaptok, nem rögtön jön ki csúny, hanem egy darab, ami klóron a szerencsét van benne, tehát még melegen tart téged, és így létezel. Ez az egész világegyetemben az összes élőlénynek a működési elve. Hát ez jó. Hát értik, hogy hogy működnek, és ezért kell neked állandóan ugye, mert igazából amikor mész, kinyomkodod a térdedből mondjuk a fényt, vagy a csontjait. Hajlítgatja az ember a csontját, ami jár, nyomkodja a hajlítgatja. Mindig egy pici fény kinyomkodódik belőle. És elfárad az anyag. Mert az a szerkezet, ami volt, az a fényen együtt volt definiálva. Tehát a fényen együtt jelentette azt a csont. Igen, ha kinyomkodod belőle a fényt, akkor ezt is elkezdődik. Egyik kötés elegedik, mert másik egészség elegedi magára, és ez így meg végig. Mit kell csinálni? Csak hogy lehet ezt helyrehozni? Hát, hogy fényjel tele táplálékot teszel, és a fényjel tele, hát az a kaja, amit teszel, az tele van fényjel. Mert a növényeket kitartok rá a napra a leveleket, és olyan anyagokat szintetizáltak, ugye a fénynek, a víznek, és a sóknak, és a földből vett anyagoknak a hatására olyan anyagokat hozzák létre, amelyek hosszabb molekulációt, cukrokat, keményítőt csapni. Tehát a táplálékokban lévő anyagokat szintetizálták, a húsban, a kenyérben és mindenben lévő anyagokat, és ezt utána te megeszed, és utána széttörveled, a fény kiszabadítod, így éjjel is tudod szabadítani, mert a nyelvész tesz mindig tiktak, mindig kiszabadítasz belőle egy kis fény. Rettentő sok fény termelnek az emberek egyébként, sokkal többet, mint gondolják, de nagyon sok hőtel fűtik a környezetüket, és akkor mondjuk vannak a csontjaik a csontépítőnek csontgondosságnak. A csontépítő sejtet állandóan építik, a csontgondok állandóan mondják. Na de mit mondanak a csontgondó sejtet? Mit gondolsz? Melyik sejteket mondják ki a csontból? Ami már fényépítőjek. Látja, hogy ez már elsődékezett izér, már ilyen lepukkat, akkor bum, kiszedi ezt a sejtet azért, hogy a másik jön a csontépítő sejt, az meg vakolja vissza az új sejtet a helyére, fordja oda, csinálja, behelyezgeti, ott rendezi, mert hogy az a lényeg, hogy oda egy új fényel tele anyaggal megcsinált sejtet kell rakni, ami majd megint nyomkodhatod egy darabig, aztán megint majd elfárad, de mert te megint kicsit. Ez egy folyamatos művelet, amit a csontjaik csinálnak minden. Az izmaik meg az összes sejtjében ez működik. Tessék, parancsolj! Nem láttam, mert mindig arra ezt. Hát ez a parancs. Hát mondja, hogy gyűjj! Azt szeretném kérdezni, hogy van annak elvileg bármi lehetősége, hogy a persze, csak hát a módszereket ki kell találni, persze. Egy kicsit a fény, a napozás, tudom én ismerem, és vigyázzatok, mert magas az UV, és addig, amit a nagyanyáink azt mondták, hogy milyen egészséges, meg D-vitamin, meg mit tudom én, hogy mondanám nektek, hogy a magas UV tartalom viszont nagyon veszélyes, mint a rádiótó sugárzást tennék ki magad, és ez viszont az már nem igaz, hogy olyan nagyon egészséges, mert bőrrák, mint tudom én, tízszer könnyűbben kapsz bőrrákot, mint addig, és ez már nagyon veszélyes. És lehet, hogy nem büdös, vagy mit tudom, nem, nincs olyan, mint te, hogy észre legyen, hogy most már nem kell napozni tovább, nincs. Hát este ég a pofáradból leégítél, meg a bőrből, de csak este. A rádióaktivitásnál is ugyanaz van egyébként, tehát aki rádióaktív szennyezéssel fertőzött helyen mászkál, és este azt érzi, hogy nagyon leégett a bőre, de napon meg nem is volt, akkor gyorsan menjél valami orvoshoz, mert nem sok időd van. Tudjuk az a, hát igen, mert ha lepirultál, de mitől sültél, nem voltál napon, érted? Vagy mondjuk a ruhád mintája rá van sülve a kezedre már, az nagyon nagy rádiaktivitás jelent, és nem lehetett rá, hogy ilyen értéket, akár mész a vonaton, vagy akárhol is élet ilyen. Hát volt olyan, hogy jöttek Ukrajnából, azt a fülkébe hozták a sugárzó anyagot. A bőrökbe hozták. A csempészet.
Hát olyan rádió, olyan sugárfertőzést kapott mindenki, aki a közelében volt, mint a napjai. Hát a csempészes így meghal. Mert ez egy hülye, hát az nem érzi a veszélyt. Hát nem érzi, ez hülye hozzá. Ez egy hülye bukó, egy rabló vezér, akinek semmi köze nincsen a katolikához. És a gyerekek, és jelentem mindig tűzoltó parancsnok. Kijelent tűzoltó parancsnok. Elvitt az unokáját, megnézve az atomra. Az unokáik elvittek komolyan Csernobilba a tűzoltó parancsnok. Nem is. Így az atomaktól, nézzétek meg! Ilyet sose láttok. Ilyet sose láttok. Mindenhatok. Most képzeld el, hát ezt küldte fel a tűzoltókat, és slagdaloltak az atomaktól. Mentek a slagdalot. De most, gyerekek, ha képzeld el a tűzoltó parancsnok ennyire ütő, akkor képzeld el, hogy milyen lehet a parancsnokat végigtölni. Ha már csak távcsinezett rendeltől, és az a vodkával jött. Hát komolyan. Ó, szörnyetes. Van ez itt egy ilyen dolog. Csernobil robbanás után eltűntek rá két hétre, onnan a környéken eltűntek a kóstaládák. Ki tudja, hogy hová lettek. Eladták őket Ukrajnába mikrosütőnek. Igen. Az a helyzet, hogy az emberi utasság rettenetes nagy tud lenni. Tessék volna csak az. Olyankor, amikor mondtad, hogy ilyen bajban is, és észreveszik, a jódat segített azonnal? A jót segített, igen. Tehát vannak ilyen jót tabletta, vagy minden, de mondjuk az van, hogy oda mész egy körzeti orvoshoz, még csak nem is hallott a rádatérítás. Nem jót tablettára nem hallott. Tehát ez a, hogy mondjam nektek, ez a világ annyira ütődött, hogy ennél már operettetet el sem tudok képzelni. Operett. Arra mondom, operett, amikor egy katona úgy néz ki, mint a katona lenne, de ez csak egy hülye színész, akinek semmi köze nincs a katonaság. Na most azért ennek kell engem megvédeni, mert hogy a katonának néz ki, majd ez engem megvéd. Nem véd meg, ez egy színész. Értitek? Ez a baj, hogy a közvetlen orvos már csak néhány receptet tud fölírni, mert már a képzettsége odáig csúszott lefele, a jobbak azok mind elmentek jobbatra, tízszeres illetésért elmentek. Itt maradtak ilyen a vékonyabja, meg a fanatikusok, mert azért maradnak ilyen nagyon becsületes fanatikusok is, de hát azon kevesebben, inkább csak ezek a vékonyabja, szóval ilyen, hát tudottak még a tenni. Hát mit tudom, hogy gyomor ellenes tablettát úgy fel a ráfájással jött a száján, akár nincs. Na most... Tessék? Mondja, szóval az, hogy ez a leégés tulajdonképpen, ez a hiszem, hogy bőrérzékenység, meg ilyenek, szóval nem látszik, csak úgy az ember érzik. Nem kell hozzá bőrérzékenység, szóval nem kell hozzá érzékenyedet a bőrök, a rinoszérosz is leégettől. Szóval nem látszik az ember. De látszik, vörös lesz a bőrök, rondán, mint a leégettől, van olyan, hogy csúnyán látszik. Látszik. Estére. Amikor hazamész a napozás után, és csulog vörös vagy. Na ez így van. Csak hogy télen. És a hosszú jó égbe is leégsz. Na most ettől kezdve kezd ez érdekessé válni, ugye? Hogy napoztam, na jó, de zakóba voltam. A francba. Hát hogy égettem én így le? Akkor már ne gyarapodjál. Hanem olyan szakembert keresed, aki ért a rádióaktivitáshoz. De az a, ha elmész a közvetlenül, hogy azt se tudja, hogy létezik. Semmiről nem tud semmit. Na jó, hát ezek között is van százból hárma, aki tudja. De hárma. A többi 97-nek fogalmazások. Hidd el! Semmi fogalma. És ez egy nagy veszély. És képzeld el, atomháború kitörő. És ezeknek az orvosoknak kellene menteni az embereket, meg mentesíteni őket. Fogalma nincsen, semmi fogalma. Régen még voltak ilyen légótartóiak, amikor valamit elmondtak. Engem mindig kidobtak onnan a mentem, mert túl sokat tudtam atomfizikában. Rögtön kidobtam. Mindjárt egy kérdést föltettem, szóval általában a katonatisztek tartották, föltettem egy kérdést azonnal kidobtam. Szóval most kifizsgáztam. Puff, kidobtam. De ugyanígy voltam a jósnőben, és arra egyszerűen teszed egy jósnőt, az óvoda jósnőt. Nem beléptem az ajtón, azt mondja, és ki nem fogjasson. Komolyan. Mert ez értett hozzá. Ez, hogy az ivóvízbe adagolnak jódot, ez úgy hallottam, hogy ez azért segített itt a magyar. Segített mondjuk a azedoszkóra ellen is, meg egyébként is. Ha mondjuk nátrium jodidot adnának, ez fokkal jobb lenne. A kálium jodid, a maga a kálium jód, az nem
beszéltelen, ha nagyon nagy mennyiségben van. Pici mennyiségben kell, mert ez benne van az életpadi folyamataiban, a kárgyóknál tudunkban, ezek kellene, csak nem túl nagy mennyiségben, túl nagy mennyiségben szintmegállást meg ilyeneket okozunk. Tehát nagy bajot okozunk is adunk. És a nagyon erősen is föltözvágjuk. Na most, ezért ne így soha ne vegyetek tengerőségben, nőknek mondom közösen. Bármikor a reklámban próbálják a zsebetet tűzkolni, igen, se legyenek. Érted, mire gondolok? Őszület akkos hozd el, mert a tengeri só a végben lehet a tengervizet megenni. Meg miért lehet? Tudod, hogy nem lehet, ugye? Igen. Meg állanak, vagy két nap alatt meghalsz tőle a tengervizeti só. Mennyi só van abban a tengervizben, na? Abban, mit tudom, hogy 3 liter tengervíz van, ami megint van. És meg lehet tőle halni. Akkor hogy ne lehetne meghalni az ugyanabból a tengervízből kimond sóból? Na, mit mondasz? Hát először is hasonlítva van benne, mert tele van magnézik szulfáttal, vagy ilyenekkel. Tehát mindjárt szétmosod a beledet, indulásból. És így tovább. Tehát ne legyen át ilyen hülyeségeket, mert olcsó a tengeri só, és drágán el lehet adni. És rá lehet, ő csomagolásokban, meg reklámok, meg hangyalakban, meg ez a világ között, mert mindent mondhatnak róla, felejtsétek el, veszélyes, életveszélyes. Sok benne a méreganyag is. Sok benne a méreganyag is, szigorúan tűnös. A parany is volt, azt megvehetni, tehát az átlóan, nátrium-klorid. A paranyon voltam a bányos soványában, nagyon jó. Paranyos soványában, nagyon, hatalmas, tehát soványában. Egy kilométer vastag a só, képzeljétek el. És mind valami nagyon érdekes, képzeljétek el, hogy a aláfúrtak a földközi tengernek, ugye mindenhol kerestek, olajat ugyanúgy. És belefúrtak a földközi tengerbe, hogy olajat keressenek, és egy kilométer vastagon só van alatt. Kilométer vastagon. Hú, az mennyi? Az nagyon sok. Nagyon sok só. Vastag rétegben mindenhol végig a földközi tengerben só van. Persze, mert ez egy nagy sóstó volt valamikor az előző világkorszakban. Ez a 6. föld. Ez a 6. ciklus. A teremtés valóban 6000-7000 éve volt, akkor csinálta az Isten a világot, nem az egész világot, hanem csak a Földet. Tehát akkor telepítették be újra a terráriumot, az akkor terráriumot. Tehát az élőlényeket, az embereket, és akkor újra telepítették a Földet, de a közüzemben minden most. Kivéve van eszkimókat, azok túlélték. Nagyon érdekes. Képzeljétek el az eszkimók miket, hogy miket írnak le. Egész enged mutassak nektek, ezt ki volt érdekel bennetek rendben. Csináltam eszkimó szótárat is. Ez is érdekes ez a... De mutatok egy másikat, mondjuk a Bábel 11-esben van. Mindjárt, itt van Bábel. És az a 11-esben van, azt hiszem meg van ő is. Igen. Ezek a japán írás jelek, az a hivatalban is szoktak a ma. Ezek, van még egy harmadik is, a kanji, ahol azok a nagyon ákonvákos jelek vannak. Ez a hivatalban meg a katakana, ez ilyen szótag irány. Ott van, hogy a magához törőnek vannak az A, I, U, E, O, és aztán minden magához is kívánulat. Tehát úgy, hogy ka, ki, u, ke, ko, sa, si, su, se, so, stb. Minden más magához is kívánulat. Két ilyen ABC-t is van, ezért lehetőnek egymást, de nem most sem van a sok helyen. Aztán ez még mindig az ABC-hoz tartozik. Így néz ki az eszkimó ABC, és csak a logikája. Ugye? A-I-I-O-A. Ezek a magahangzói. Ugye van a pai, tai, kai, kai, tehát az ai az a magahangzó, másiknál csak i, de érdekes, hogy a legtöbb magahangzót nem mondja el az Istennek a neve képzelve. Tehát itt, a háromszög mellett éppen nincsen magahangzói, de i-nek kellene lenni. És kutatta azt az i-t, hogy hol a csigában van, honnan ez az i. Hát képzeljétek, hogy hol. Megtaláltam a kínaiban is, az így tudod, hogy mit jelent? Egy. Mert csak egy van. Mert csak egy, igen. Az
azért nincs benne az Eszkimó ABC-be, képzeld el, mert az Isten nevét hiába nevezik. Fú, van minden neki. A többi magánhangzóban kimondva már, vagy más hangzóban kimondva, az már lehet. Tehát van ti, aztán ti is az, hogy ott vannak ezek a... Az ott is lehet mondani, ez a is. Most az a nagyon érdekes, hogy ez a ABC, küldtek nekem ezt, ezt egy újságban fénymásokat, amit küldtek nekem az időtító ABC-t, küldték nekem az Eszkimók. Mostanában. Mert felfedezték, hogy csináltak inuit magyar, magyar inuit szótárral, felfedezték az internet, ingyen kiraktam. És olyan boldogok voltak, hogy küldtek nekem ilyen magazint, mindenféléket küldtek, de hogy ki a fene foglalkozik Eszkimók fordítással. Értitek? Tehát, és egyáltalán valakinek a Földön ez még eszembe jutott, nagyon meg tudtak hallani. És nagyon érdekes dolog, mert hogy az Eszkimók valami egészen fantasztikus dolgokra jöttek rá, de mit tudom, persze ez megvan az alkohol is. Mert nézd meg, hogy hogy van ez az egész. Az én is értettel egészséges szavunk, de ugyanaz hangot, zajt is jelent. Ugye? Vagy például milyen érdekes, de még kegyeszorosnak úszó orrát is jelent, hallani fogom. A legizgalmasabb leírva az egyik sun, a másik son, de mind a kettő számot mondják, és mind a kettő a fiú. Az egyik nap, a másik fiú. Hogy függ ez össze az alkotával beszéltek? Ugye azt mondtam, ugye, hogy az Isten kiáldása a fiú. És hol a fenébe van a fiú? Hát a mama. És hogy nevezi angolul, ugyanúgy ejti ki, nézd meg a fonetikáját, ott lehet látni, ugyanúgy ejti ki, de sokat voltam angol területen, van különbség a két kérdés között, a mag és a fiú között? Szám, semmi különbség, erről sokat voltam olyan. Igen, tehát nincs különbség, a fonetikával sem tesz különbséget, itt lehet látni mögöttem, hogy ugyanaz a fonetikai jelenlére, persze, mert a szám, vagy a fiú, az a napban van. Ez a napisten gyereke. Az angolok még így kimondják, mi meg a lévő tolvácsírással nevünket, már rohadt mocsos utolsó fogányok vagyunk. Hát nem érdekes dolog ez? Hát nem adjuk. De ne próbálnak minket megint letaposni a szőnyek alá. Nem stábulban az vagyunk, mint őket. Na most ez a nagyon érdekes dolog, hogy a saját fegyverünket kell nekik fölülni a felekünkbe. És a ugrál es. Csak a ugrál. Nem ugrál, nem bánt. Kap egy kis beöntést, és így meg nagyon kellemetlen, ha megforgatjuk a kakast a dologra végig, szúroznak, de földünk a segélye, ahogy hűszik. Tehát ennyire érdekes, hogy hozzászólt valaki az Eszkimó alakhoz, nagyon érdekesen felvetett föl. Elkezdte azokat a velegokat tanulmányozni, és hát rájött arra, hogy például ez egy Eszkimó angol anyag, milyen érdekes szöveget vannak. Látod onnan? Látod Zoltán? Nem. Nem látod onnan? Idea of light. Érted? Tehát a fény ötlete. Idea of knowledge. A tudás ötlete. Idea of knowledge. Akkor idea of color. A szín ötlete, és így van. Tehát ötleteket mond, és nagyon érdekes, de egy csomó ötletet mond el, amit aztán mi az idő szerkezetben vettük. Tehát az idő ötlete, meg ilyen érdekes dolgok is vannak, a hely ötlete, például itt. I love place, a hely ötlete. Egy csomó dolog van még, amire összehozzák. Például itt mindjárt, ez is érdekes, hogy a helyen hozzák összefüggésbe látod, kiemelkedett Tata. Ott ülünk, Tatán. A helyen hozza összefüggésbe a nagypapát, tehát az idős férfi eszkimója előtt. Amikor mondjuk az idős nagypapát, a Tatának ugyanúgy. Mondd, menj oda az unokának, azt mondj, menj oda a Tatához, hogy igen, mert ha valamit megkettőzünk, a
mindig az öregedet jelenti ugyanabból a dologból. Mama az nem anyát jelent, hanem a nagyanyát. Menj oda apához, de eredetileg az anyát mának hívjuk. Ma, úgy hívjuk csak, hogy ma. Meg is találtam, nem van ám a keleti nyelven, de a kínaiban is nem van. Ma, úgy hívja az anyát képzelve, amit nem érdekel. Tehát, amit kettő, az régebbi, öregebbi, az mindig azt jelenti. És ezek nagyon érdekes, és hát például volt egy kutató, aki a Tamna helység nevet kereste a világban mindenfelé. Ez a Tamna kutató találtuk egy érdekeset, mert a Tamna jelentése az azt jelenti, hogy ez itt, ezt mondjuk. Tehát ez itt. Ettől. Ide ez. Tehát ez jelenti. Aztán találtuk egy, még egy érdekeset, egy ilyen tar a szupában ott van, oda csinálták a szupát, nem véletlen, hogy csak egy kis. Azt gondolom, a véletlen, amiről nincs véletlen. A véletlen az egy fosztóképzős szó, a véletnek a fosztóképzős változat, arról szerintem nincs a véletlen. Ha tudja, akkor azt mondom, hogy nem tud bőszor. Vagy nem tudja. Én mindig csak azt mondom, hogy hülye vagyok, hát nem van, nem vagyok. Főnökről is mondtam mindig többször, én ezt imádtam. De hülye vagyok. Rögtön odaadtam hozzá, kisfordi vagyok. Ezzel mindig kiasztáltam, most is egy úszak vagyok. Mindig kiasztáltam. Alig vártam ezt, hogy hülye vagyok. Én mindjárt nem tudom azt mondani. Na, a lényeg, hogy a tar jelentése, az mozgást jelent. Vagy a változást ideál. Biztos. A tár az hely is. A jelenet, ha eltárolunk valamit, a tároló, stb. Az hely is jelent. Egy ilyen zárt hely is jelent. Rengeteg érdekes van, és ezeket fölfedezte ez a kedvenc barátunk, és megírta nekünk. Én megértettem az internetre. Hát, ha valakinek ilyen nagyon jó ötletei vannak, nagyon szívesen kiteszem az internetre, hogy olvassa el mindenki. Örömmel jelentem, hogy ezt az újságunkat, ami most már, hát, lehet rajta látni, hogyha megnézed itt, jelek, mikor készült ez a zászlókép, vagy mikor készült ez a kép. Hát, itt van a dátum, 2003, 2025. Hát, az már 8 éve, jó régen volt, tehát ezek most már jó régen vannak, de ezeknek a jelentős része, mint 2001-ből, is származik, meg négyégekről. Mi már igazából a 90-es években már erősen dolgoztunk, csak akkor még kevesebb számítógépes anyag volt, de már dolgoztunk. És hihetetlen tudásért össze egy körömmel jelentem, hogy az újságunknak, aminek a neve az, nem tudom, megveszem, ezzel nem lesz meg kezdve, rögtön elsőre, mert ez az egyetemnek a reklámlapja, ez az Universus Universitas, én gyártottam ezeket a lapokat. Külső Winchester. Mindent én gyártottam ellen. És ez meg a lélektani passzívnak a vezetője. Itt van a vezetője, úgy hívják, hogy Barna Fogis Ágnes, pszichológus, aki ott ül, igen. Nem látom szemben, nem látom csak idáig. Úgy idője a tény. Ugye ez a trafik, mint ékesége, úgy idője a dohányból. Na, tehát itt van ez a lapunk, ez az újságunknak a neve, ez a Teremula. Ez a Teremula, ez már nagyon régi újságunk. Már ez túl van a 3,6 millió letöltése ott tartunk most. Az jó hír, mert olvassák a világban mindenhol. Tehát te azt hiszed, hogy őrült erővel el kell rohanni a fénymásolóba, és 50 embernek oda tud adni, drága pénzzel lefénymásolni, és kezdi adni, hogy az emberek olvassák. Fölteszem az internetre, milliók olvassák. Értitek, hogy a lényeg benne? Az internetet a fiatalok olvassák. De sírsz meg, haldok azt, hogy nem olvasnak a fiatalok. De nekem olvassák, ezek olvassák. Tehát elolvassák, az érdekében, elolvassák. És legnagyobb olvassák.
Ez a jövendő. Tehát volt egy az akadémikus vonal, a 90-es évektől kezdve egészen 2005-ig körülbelül, nem is tudták, hogy van internet szinte. Tehát szinte semmi nem jelent meg. Az akadémiai vonalnak alig voltak megjelent publikációk interneten, de még nyomtattak, meg még fénymásoltak, meg még írásvezetőkkel görcsöltek az öregek, tudod? Meg diometrikkel még sokáig görcsöltek. Ott lehetett, az van. De most az benne az érdekes, hogy akkor én már nyomtam az interneket, ugye, de én most vagyok 67 éves. És akkor neked is írnak 40-50 évesek, hogy őt az internetben lenned. Nem van egy hozzámájítanak, mert tanul meg azt az egészet, meg lehet tanulni, egy pár nap alatt meg tudod tanulni. Hát mondjuk el kell viselni azt, hogy nem tudsz mindent állapodni, ki fogod bírni, de utána ingyen, ugyan mondom, ingyen videó telefonálhatsz az unokádnak Ausztráliában, ugye? Hát azért az nem ugyanaz, ingyen, ahogy mondom, nem kapsz. A Skype-on ingyen ott van, minden nap majdnem beszélgetek Amerikával. Minden nap. De úgy, hogy látjuk is egymást, ki beszélgetek. Semmi nem kell. Az előfizetés még több 5000 forint egy hónapra, és ettől kezdve éjjel-nappal éjjel mindig beszélgetek hatalmat. Hát azért ez olcsó, ez mikor? Telefonion drága. Hát egyszer megyünk oda Ausztráliába, egyszer. És spórolok az unokám, és akkor jön ezek a drámák. Na, hagyjál már ezt a vélséget, csinálj egy szükra vizet, és jelenet, aztán minden nap annyit beszélsz fel, amit akarsz. Tehát itt van a lényeg, hogy amikor valaki nyeragad, nem tud kilépni a saját kis görcsöléseiből, de akkor néha, én ilyen telefonálok Amerikában, de bárma, Ausztráliában, bárhol, ha akarok. Hawaii-szigetek vagy Tibet. Tehát most szegény Körösi Csoma Sándor képzeld el, hogy taposta a Teveszat innen Tibetig. De ül, gyalog elmény, ül, körülményes módon, szenvedett sokat, és kimondott, és gyalogolt, és ezért. Na, elmény Tibetbe. Én nagy közsnek tartom, hogy csinál egy tibeti magyar szótárat. Rajta van egyébként a magyar tibeti is a univerzit beszélni. A Körösi Csomának a szótára meg is van fordítva. Tehát magyar tibeti is van, magyar tibeti nem érdekel. De hát nálam nem érdekel. Az benne az érdekes, hogy a Körösi Csoma szerint végtartosra jutott egészen tibeti, és rájött arra, hogy ott vannak a rokosság. Mert a tibeti nyelv teljes tele van magyar szavakkal. Teljes tele van magyar szavakkal. És egy csomó minden. De hát úgy, hogy megérted. Mert az benne az érdekes, hogy én meg tudom, hogy csinálok. Beírom a Tibet, guru, három ilyen szót beírom a keresőbe, puty. És ott van az asra, látom, ilyen asra, olyan asra, azok a szentélyek meg a kolostor. Már ilyen asra, ránézek, mert levélcik, írok a gurúnak, puty, ennyi. Vagy írok egy, angolul írok neki. Szevasz, én Budapestről írok neked, Budapestről, bár. Elküldöm. Egy óra múlva postaládában puty, beesik a válasz, hogy szervus Gyuri, én mit tenni, honnan írok neked, és értitek mi a különbség. Tehát lehet műszemben, mint az állat szemben, ez nem biztos, hogy kell, ha ingyen is lehet valamit csinálni. Tudod, ez olyan, mint a Pali rohangál egy kis kanállal, a másik nézi a tévét, rohangál kifelé a kis kanállal. Vizet engedve, csapok, kirohan vissza, megjön vissza, megint vizet engedve, csapok, kirohan. Amelyben csak nézi a tévét, na mi van, mit rohangálsz? Ég a konyha, te hülye, ég a konyha, az viszi kis kanállalhoz. Hát úgy is lehet. Csak úgy nehéz ezt elhattani, tudod? Hát nehéz ezt elhattani. Hát ez is ugye olyan, hogyha most nekünk, figyelj, minden létezhető gondol a szenzúrával és mindennel meglátolták azt, hogy mi megtudjuk a történelmünket, megtudjuk a dolgokat a világból, és minden létezhető eszközben. Itt sajnos nem tudom neked megmutatni az interneten, de azonnal találok mindenre válasz szinte, amit akarok. Tehát az, amit egy őrült hajszákkal, nehezen, körülményesen, meg őrült küzdelmet kell megszerezni, óriási pénzekért, hát azt én meg úgy letöltöm az internetet. Igen. Mit tudom én, hogy a marhában foglalkoztam a tibetiek, hanem az egyiptomi jelenlévőkkel. Nagyon érdekes.
szép keresztet, beírtam egyébként a hieroglifa, mint angol. Hát csak ilyen angol simvizsgelések voltak, hogy 24 betű, és akkor mellette egy kis képecske, amivel a turistákat bolondítják, hogy Egyiptomba, és akkor egy napláncot csinálnak neki, annak jó drága pénzért, rájuk ilyen beütő betűkkel, mert van 24 ilyen ütőjük, mindig beütjük a nevét, vihetett egy Józsikának, tehát rajta van a neve. Ez egy átfelés. De a sok ilyen, mivel nem tudja, hogy nagy széllapáttal tájtok száját, egy széllapáttal megeszik. Mert hülye. És akkor ne én nekem ezt vettem tudom csak. Tudnék, nézegettem ezeket a karaktereket, és nézegettem ezeket az egyiptomban fotózott ilyen hieroglif írásokkal. Hát szinte egyik betű sincs itt meg. Mondom, ne vécskedjünk. Hát itt látok, hogy 30-40 olyan betűt, amit ebből az ABC-hez egyáltalán nincs benne. A fenébe. Hogy van ez? Nagy szerencsém volt. Találtam egy weblapot, szétkerestem maga a heteket. Egyszer csak találtam egy hollandiai weblapot. Hollandia. Hát, egy egyiptológus föltette egy oldalt, ami csak K betű volt, és volt rajta majd 40-50 írásjel. Mindegyik a K betűt tartott. 50, hát az egyébként csak 24 volt, de ez már készen. Mi ez jó? Na, találtam valamit. Mindegyiket nézegettem. Megtaláltam egy amerikai egyetemen, $350 az egész esztetőt. Anyámnak a $350 ezt a szart karakter készletet. Visszavettem ezt a hollandhoz. Nézegettem a hollandnak a lapját. Fönt a címén, címe ott a végén egy K betű van. És ez a K betű. Na, odaírtam, hogy ilyen. A címe. Fönt egy parzakosszú cím, azt ki nem találni, nem lehet, ez egy ilyen parzakosszú. Nem is kell kitalálni, csak a végén a kávé külön odaírtam, hogy ilyen, és gyerünk, nézzük meg, hogy van-e ilyen belőle. Hát volt. Kihozta M, megint egy embert. Ó, mondom, megvan a belőle. Ó, $350. Megvan. Jó, hát a szerintem 5000 forint, mint olyan, aki arról sem adni, hogy valami készen, hogy a szaros kávé. Na hát, kívül elkezdtem letöltögetni, le is töltögetni. Tudjátok, hány karakteret? 6200. Aha! Akkor minket már megint átvertek. Mert ezt nekünk sehol nem mondták el. Soha. Komolyan. Tessék, Marcsa. Én így jártam a múltkor a leten bolyongtam, nem tudom, hogy keveredtem be, de a vatikáni könyvtárban voltam, és mani kódex töredékeket tudtam letölteni. Mai napig nem tudom, gyorsan lementem. És felszabadították a vatikáni kódexet, vagy a nem, és aztán a vatikáni könyvtárban felszabadították, egy csomó mindent lehet digitalizálták, és le lehet tölteni a mani kódexet. A mi érdekes? Mert a mi őseink maniesták voltak. Ezek nem voltak ám bugányok. Mondtam, azért kerestem rá. Mani az egy Jézus követő proféta volt. Csak utána a kiközösítették, meg lepogányozták, meg mit tudom én. Azért, hát biznisz egyház. Le, ugye? Hát, mi vagyunk a győztesek, ki vagyunk a vesztesek, ez egy ilyen történet. Ja, kérem szépen. Tehát a manéisták azok nem pogányok voltak, hanem azok keresztények. Mint ahogy mi már keresztények vagyunk 6000 évén is kérdőben. De már a ősanyám, aki nem is földi volt, az egyik ősanyám, a tiéd is. Mert a leszármazottai, a hunok meg a magyarok meg az összes rokonság, tehát a föld lakosságának a mérő olyan régi ősanyám, mint Éva, tehát benne van az ős a 13000 év a felekerülnek a vérvonalakára kereszteződnek mindenhogy. A lényeg, hogy ez az ősanyám is keresztény volt már. Tessék valamit. És még valami, Győri bácsán, a Vatikánnál tartunk. Akkor mondtad, hogy valami UFO kongresszus, vagy mi volt a Vatikánban? Igen. Itt láttam ilyet, ott láttam ilyet, ufornak.
látni a Földön, mivel találkoztunk az úton, elmenni. És már olyan sok ilyen információjuk van, hogy már tudják, hogy nem létezhet, hogy ez csak a fantáziájuk való. Hát rengeteg ilyen volt, és most már ilyen, mivel ők egy világrendszer, tehát a Chile legdélibb sarkán élő faluban, akinek se internetje nincs, se semmilyen nincs, onnan a pap azt mondja, hogy igen, itt voltak nálunk, és ezt mondták. És akkor mit Kanadának az északi végében az Eszkimó azt mondja a papnak, hogy én ezt láttam, azt láttam, de ezek egy már biztos 100%-nál ismerették, akkor kezdődik azt, hogy na, üljünk le, beszéljük meg, mit mondjam, a Földön kívüliek is Isten teremtményei, vagy nem? Erről szólt egész. Na most, ha minden, ami lett az égéből lett, akkor a Földön kívüliek Isten teremtményei, vagy nem? Szerintem. Hát igen. Hát ha minden, akkor minden. Akkor az összes Földön kívüli ugyanannak az Istennek a teremtménye. Tehát nincs másik Isten. Mert azt mondják, hogy ne imádni, mint a Istenek. Jó, nem imádni. De van egy probléma. Ez mi a probléma? Hogy több. Hogy több eszámban van. Isten egyik. Érted? Ne imád egyik Isten. Akkor most mégis többen vannak, vagy kevesebben. Nem arról van szó, gyerekek, hanem tudjátok, miről van szó? Ami véresen fontos. Nem érdekes, hogy pont egy gyertelőt tudok. Ott. Tehát milyen érdekes, hogy az Isten minden Földön kívülben is ugyanúgy megvan. Én beszélgettem, nagyon érdekes, hogy először találkoztam a Földön kívüliekkel. Éppen virágot szedtem, mert kavicsokat gyűjtöttem. Én azok voltak az asztalokon, ilyen gyomok voltak az asztalokon. Valami virágot, ilyen gyomvirágot, meg kavicsokat. A közelakárkodat, azokat gyűjtötték össze, óvodán találkoztam velük, közel, a lakásom közel. Leszállt egy ufó, és beszállt ilyen mozgatosba. Nem lehetett látni, csak a tetején lógott ki egy ilyen nagyon sötét vörös lámpa, de ilyen alig látható vörös. Majdnem mutatnám, hogy itt van vörös. Mert olyan nagyon sötét vörös volt, ez egy forgatás. Ez valami helyzeti jelzője volt, ami ott volt. És akkor akkor észrevettem, hát akkor már kíváncsi vagyok, hogy megyél nekem egy családba, megnézem én ezt már csak megnézem. És ezek a földök, ez két olyan zöld volt, mint a leveli béka. Ezek zöldek voltak, ezeknek a bőrükben nem klorofil van, de ahhoz egy hasonló vegyület, ami a napfény át tudja alakítani. Tehát ugyanúgy tud fotoszintézist csinálni, mint a növények. Tehát táplálkozni tud a fényből, mint is mondhatjuk, vagyis hogy a fénytől szegény anyagokat újra vissza tudja fényen tölteni, és újra hosszú láncú molekulákat gyárt el. Ilyen állatok is vannak a Földön. Ilyen állatok is vannak a Földön, egy csomó. Így van, de ezek nem állatok voltak, és még csak nem is repülnek, mert ezeket fajta homo sapiens fajták voltak, bár hát emberi szemmel nézni nem mondanám, hogy kicsoda szépnek. Úgy szép színű volt, szóval... talán csak a színét tudnám kiemelni, mint nagyon szép, mert ugye egyébként csúnya volt, hogy egy találkozóval vele összecsinálnám magad. De szóval aztán később az egyik a jó haverom lett. Megszoktam azt, szóval. De meglehetősen furcsa egy szerzet volt. Na lényeg az, hogy ezek itt fogok gyűjteni, és megkérdeztem tőlük, hogy mi a túlóval megy az a szekély, mint önnek. Szentileg elégre. Metakommunikációval jól tudtam velük értékeni. Kérdezni tudtam tőle és válaszoltam. Én értem. Szentileg elégre. Mondom, ezt a kamerát. Azt hiszem, hogy én is egy kamerát. Pedig nem. Akkor én még több materiálist voltam rá. Több materiálist. Ezt fogalmam nem mondom ilyen. Semmi. Mert hogy azzal ment az útban. A téli idővel, a téli idő hajlott, a téli idő elejére megy, a szentének elejére. Csak én ezt egyáltalán nem tudtam elképzelni, mert ugye én nekem még rakéták, meg propellerek, meg mint a mit voltak a fejem, még a materialista magasság. És akkor kérdezik, ez tényleg a szentének elejére megy, a fejére.
aztán megmutatták, megmagyarázták, később már itt teheti. Aha, de akkor már milyen érdekes, éppen akkor rajzoltam le a téridőnek a szegedeket. Kettő napon előtt. Hát azért értek ők, csak ők sem tudták. Tehát ők nem tudták, hogy értelmények, nem is értelmények. Ezek addig kell egy kavicsot ütni nekik, mert gazdokat, ameddig én oda nem értem. Az Isten rablat, de nem rossz szívban tudom. Tehát addig ott hülyítette őket, ameddig, hogy nézd meg még azt a kavicsot, csak hogy milyen érdekes, és mit tudom én. A lényeg az, hogy addig gyűjtötték ott a kavicsot meg a gazd, ameddig vissza nem értem, a szerelés szerelő táskámban, mert azon hosszolt a kocsi, ezt kézben cipeltem fel a táskámban, a hegyoldalban volt egy hívásom, és akkor és meg, nagyon megcsodálták a műszereimet, meg a csípőfogajban, meg a nagyon megcsodálták a tévés szerelő táskámat. Ez a tévés szerelő táska járt az előbbében. Tehát ez megjárta a világegyetemet, egy érdekes táska ez. Ha odaadtam a fiamnak, hagyom a sorból, mert a táska okos. Milyen furcsa. Ez járt a világegyetem távoli pontjain, és benne van az a tudás. Hát odaadtam a fiamnak, hogy legalább az unokáim is egy okosodnak tőle, mert ott van a polcon, akkor ez okosítja őket, ők nem tudják. Vegyétek észre, hogy te is tudsz metakommunikálni, bizonyára. És ezt a nagyanyáim nagyon jól tudták. A nagyanyáim viszont tudták. Emlékezz vissza, mit is kell csinálni akkor, amikor elfelejtesz valamit? Visszamenni. Oda kell visszamenni, ahol kitalálta. De miért? Megutalálod. Ezt itt ülök, és mint egy rádió adó, sugározzák a gondolataimat az összes adatot. És beleírunk bele ezt a kócerát a gondolataimat. És elmegyünk innen. Abban a pillanatban már nem tudom, hogy a fejét akartam miért. Mert lekapcsoltam magam a háttérre voljáról. Hogyan? Mert nem ér véget a tudatod a komolyánál, az agy fejéjel, amit nem igaz. Nem is az agy fejéjén kell gondolkodni. Nem igaz. Nem a szülkállomány, nem az idegrendszer, nem. Ezek csak átmeneti rendszerek, egy magasabb rendű rendszer felé, a lelke felé, az gondolkodik benne. És akkor, amikor leülök ide, kigondolom, teleírom vele a házat, elmegyek, elfelejtem. De ha visszaülök ugyanerre a szintre, akkor megint a fókuszpontjára vagyok annak a gondolatnak, amit az előbb elfelejtettem, és eszembe is így. Mit akartam? Miért akartam tenni, amit a fiúknak a kulcsát az életbe? Visszaülök, megint eszembe, hogy el akartam tenni a fiúknak, akkor nyúlok a fiókhoz, veszem ki a kulcsot, és teszem az életbe, mert amilyen hülye vagyok, elmegyek rá, amit megint elfelejtettem. Tényleg előfordult, hogy háromszor mentem vissza, amilyen megcsináltam, amit elkezdtem. Tessék. És ebben nincs valami módszer, hogy ott meg tudjam tartani, mert én most már állandóan sétálok. Hát ismétlés a tudása. Lehet így szó, ezt már ezt tudjuk róla, igen. De annyiszor ismételjek ugye magadba. Ez olyan, mint amikor a Pali észreveszi, hogy a felesége állandóan panaszkodó teste, dugás helyett mindig a fejfájás, a dráma. A szerencsés, hogy Pali már jár, ezt csak észreveszi, hogy a felesége elvonult fürdőszobába, jön ki, mosolyog, bébitól, rázza magát, minden rendben van, állja, mint a jó vacsora van. A felére. Hát, ez minden este elvonult a fürdőszobába, egyszer hasonló Pali kukucskát a kulcsukon, áll a feleség a tükrölő, nem fáj a fejem, nem fáj a fejem, nem fáj a fejem. Hol voltam? Hol tanultam? Hát ott ott van az a pszichiáter, elmentem hozzá. Pali elmegy egy a pszichiáterhez. Egy hét múlva észreveszi a felesége, hogy eltűnik a fürdőszobában. A Pali meglesi a kustukon, áll a Pali a tükör előtt. Nem az én feleségem, nem az én feleségem. Tehát... Az a lényeg, tehát, hogy ez a sok információ most már nagyon rövid időn belül a felszínre fog kerülni, tehát ezek a földön kívüliek, ezek itt cirkulálnak.
Ezek annyira itt cirkulálnak, hogy már nem is jól mehet jobban. Ezt kellene nekünk most jól használni, mert mit kell nekem csinálni? Elesni a tudását? Mert átadni nem fogja. De hogy lehet elesni a tudását? Ez a kérdés. Hogy lehet elesni a tudását? Látod ezt? Az ott egy út. Látjátok? Ez egy filmfelvételnek a kockája. Figyeld, ez a következő. Látod? Mi történt? Mi történt? Itt megjelent egy ilyen nagy pacni, egy ilyen globális nagy pacni, ilyen haszakar képen. Itt mögötte is egy ilyen felten haszak, meg itt is egy ilyen valami rész, csak ott nincs. Jaj. Itt van. Meg itt is van. És csak nem filmhiba, mert mondhatjuk filmhiba. És csak. A következő képkockán is ugyanúgy van a maszat. Itt van egy ilyen ferde valami, itt van egy ilyen ferde valami, és itt egy emel ferde. Látod? De itt az UFO, és itt is itt az UFO. Látod ezt? Nem megy. És csak ez nem megy. Tudod, ez mennyi 25 másodperc. Hát ilyen gyorsulással fölkerült be a falra, mint krém. A gyerekek, hát így nem lehet gyorsulni. Egy jármű nem gyorsulhat ennyire. Hát, mint a kilő puska folyó, hát ez fölkerült, mint egy krém a falra felé. Ez nem bírja ki. A következő néz csak. Mutatom az összes fáviságot. Itt van, itt van, itt van, itt van. És már arrán van, ellen arrán. De hogy ez az ugrás ekkora, hogy a következő ugrásból a holdnál van, ez csak őrönt ilyen. Tehát ez az őrhajózás nem az az őrhajózás. Nézzetek ide, egy nappali felvétel. Látjátok? Még egyszer. És arra ment. Több lépésből nem talán. De mi a lényeg? Ott megint átérdelem. Tehát ez nem megy, hanem itt van, meg ott. Ez a hétmérföld, ez csizmok. Mert lejött, értitek, hogy a lényeg? Tehát ez egy térteknológiai megoldás. Ez nem azt jelenti, hogy rakétát fölgyorsul, és lelassul, és fékez, és ne ezt felejtsd. Ezek mind ilyen materialista maraságok, és ebből nekünk jobbat kell csinálni. Tesszük. Ahol kettő volt, meg ott kettőződve, mind a kettő volt. Nem. Itt? Nem. Sőt, három hajóban megnézel, és csak ide, itt van a hajóművei, és csak. Itt vannak ezek a gombócok, ezek az ő hajóművei. Ez még az előző két évben is rajta van, és csak. Hoppá. Nem filmhiba, mert ha egy kockán van egy kalfolás, egy pöttyő, azt mondom filmhiba. De hogy ugyanott legyen filmhiba két, filmkockán, ez már nagyon kicsi a rosszúság. Tehát ez egy felvétel a térugrásról, és ebből nagyon sokat lehet tanulni. Még van egy csomó ilyen felvételek, tehát biztos nem kérdés. Ez egy különböző térugrás technikák, mert itt nincs maszkot. Látod az előbb azt a maszkot? Az egy másmilyen technika volt. Ennél van az a, ennél nincs maszkot, ez mondja, arra megy. Tehát ez egy megint másmilyen térugrásos technika. De ez is működik. És nagyon sokféle van, hát 800 millió lakott bolygó van csak a mi galaxisunkban. Képzeljétek el, hogy abban mennyi ember él. 800 millió lakott bolygó, de azt azért megsugom, hogy 16 főfajból csak az egyik a Homo sapiens. Tehát nagyon eltérőek is vannak tőlünk, nagyon-nagyon eltérőek, de nem biztos, hogy olyan gonoszok, mint az amerikai próbálnak a lakossággal megetetni, hogy minden földön kívüli gonosz. Igen, van gonoszok a földön kívüliek között is, igen. És hogyha gonoszok, hát akkor jobb, ha olyan, mint a Terminátor kilátta az elsőt, amikor talán emlékeztek rá, hogy azt mondták neki, hogy ne telefonáljon a nőnek, de a nő nem írta meg ám, hogy ne telefonáljon. Az anyjának telefonált ezerrel. Az első helyen, ahogy lehetett rögtön, telefonált az anyjának, és akkor mondta neki erre a Terminátor, hogy a másik, hogy már nem nincs is anyám.
mert ez már csak a szintetizált hangja volt az anyának, akivel beszélsz, hogy ilyen is követ. Mert ahogy bejátszottam a telefonszámot, ez a robot egy pillanatokat, hálózatokat visszakereste az anyának telefonszámát, egy címét, a robot is volt, pillanatokat kinyitva, kész. Kikérdezte aztán, ennyi volt neki. Mert hogy ez egy robot, ez nekem nincs érzelem. Ez olyan, mint hogy neked egy párizsikból levágni egy szeretet, vagy nem levágni egy szeretet, annyira nem érzel a kérdés. Ez ugyanolyan. Tehát nagyon érdekes, mert a Kasztanita, mert milyen junior, Kasztanita, ahol ott állt a szerző. Igen. Kasztanita, igen. Az, annál volt egy ilyen, hogy levitte a sámán levitte a kutatót, hogy, és mondta neki, hogy a kocsmában vannak olyanok, akiknek nem látja a valóváját, hogy akkor ne próbálkozzon, mert azok nem is emberek. Hanem ember kinézés reggel adott, és így rohangálnak az emberek között. Közben. És most is vannak ilyenek, itt szerencsére egy sincs. Tényleg. Lehet látni, hogy mindegyik közöttnek megvan az aurája, és látszik. Na most nem tudná elevédekezni, csak úgy mondanám, nem tudná elevédekezni, és ott is arról szól a történet, hogy megpróbál lelépni előre, mert ez a lényeg, hogy lelépni előre. Nem tud védekezni, mert nincsenek rá eszközök. Tehát olyan térteknológiai fegyverek vannak, ami ellen a te handakadázásod az ilyen albáli védelem azért. Rázi az ötlét az égre, az körülbelül ennyi. Semmit nem ér. Hangosabban tud sikítani legfeljebb, de nem fogja megkapni ezeket a mocskos oldalokat. Nem látja. És van, akkor az ön már is van. Most is van. Tehát mit kell csinálni? Tudni. Mindig tudni kell. És hogyha tudom azt, hogy jobb nemnek ütközni vele, akkor inkább addig elhozom magam a helyzetből, amikor látom, hogy egy ilyen jön, és nem hadd a tuklapográlok előtte ilyen átadói viselkedéssel, mert nem fog akadálynak tekinteni, hanem lelőtt a kutyát, azt megtalál. Volt ilyen a Terminátorban, amikor bement a rendőrösre, és akkor ezek a félig meddig már bürokrata típusú, ugye magyar rendőrök, ott a polgárokat persze meg tudták fenyíteni, mert hozzányúlt a stukkerjel a polgár becsinál. És akkor meg tudta fenyíteni, de ezt a robotot nem tudta megfenyíteni, azért tum-tum-tum, minden lőtte, mint a kocsák. Mind az összes is felérte. Ez volt a lényeg, mert hogy nincs határ. Nincs határ, az csak te képzeled. A volosztál nincs határ. A jognál van. De nem ölsz, mert te na azt gondolom, hogy veszel egy pisztolyt, és te majd megvédel. Na most, ha veszel egy ilyen szpét, hogy engem refugiál, és én mondjuk véleményk a gonosz, a mit gonosz megrémülnék tőle? A szpét, de majd lefújja, akkor lefújja, a kám lefújja. Nem félnék tőle. Hanem kirúgnám a kezedből. Állva kirúgnám a kezedből az ezért. Pedig már elmondtam, hogy 67 éves, és én így is kirúgnám állva a kezedből a szpétnek, úgyhogy már nem is tudnám védekezni. Vagy a stukker oda, nem húzza meg a ravaszt, mert nem ölni, nem egy egyszer. Hát én rám fogok, így jár a kezében, látod, hogy ezt hozzá így kiveszem a kezéből, mert még fogni is alig tudja. Komolyan. Hát ezek az igazi nagy gangsterek, ezt nem félnek, hogy rá fognak egy pisztolyt, az nincs meg ilyenre. Szóval megy, hogy azt így kiveszi a kezéből, így. Kiveszi a kezéből, hogy na, megütöd magad még ezzel. Hát, komolyan. Hát most már nehogy lesz, hogy ilyen valaki ilyen, mondjuk egy ilyen szép baba tett, hogy egy ember elkezd hadakozni egy szukkerra, akkor az valami, hát kiverje a fogát. Egy háziasszonya megölődni, tehát elhúzza az első, ezért pofán rakja magát, hogy az összes arra egy kontúrát is kiverje. Persze. Hát azt ne tudd meg, hogy a megkorát úgy egy ilyen biztos, hogy így kell azzal az élő, hogy ilyen bénáskodó. Nagyon meg kell átfogni, mert akkor át fog lőtni már vadászpuskával. Ugye, mekkorát fog egy vadászt, lehet, hogy a vállalatot, hogyha nem támasztunk be rendesen, az akkorát úgy, hogy hagyja tessél. Azért kéne gyakorolni. Jó, hát persze. Tehát az van, hogy és most képzeld el, talán mi volt a menékbe, az nagyon jó volt az azt hiszi. Emlékeztek arra? Hogy a bementek a fegyver izé, nem fegyverbontnak volt az álszázban, hanem valami bazárban, de ott rejtve ott voltak a fegyverek árultak, vagy a ilyen földön kívüli árultak, földön kívüli fegyvereket. Nagyon érdekes. És akkor oda ment hozzá az egyik ilyen nagy ügynök, aki tudta, hogy ez kicsoda, és akkor
azt mondja neki, hogy adj egy fegyvert. Nem, puff, fejbelőtte nem szarkozott, de tudta, hogy így is kérő vinni a fejét. Hát ez egy ilyen hülye izé volt, egy ilyen bolondföldön kívüli volt, azt mondja, nem ered, fáj. De kinőtt egyből a fej. Csak az adj egy ilyen puskát, egy olyan tizet, csak a puff egyből adott neki. És mi volt az izé? Kapott a fali egy ilyen kis ücsört meg minden keresztény, egy ilyen kis izé, vigyula. És Pali meg egy ekkora ágyúval mondjuk ilyen a mások útnak. És akkor fogta magát, hogy ezt visszaadhatták nekünk. És első, hogy puf, két utca sajtot hátra találta magát majdnem, úgy vágta hagyat. Akkor erőt volt benne. Tehát ha valamire nem számítasz, az ilyen veszélyekkel jár. Nem, és nem számítottak rá. Az emberek jelentős részben teljes mértékben ahhoz képtelen. Tehát ennyi. Még azok, akik kiképzett harcosok is, ha 10-20 évig nem tartott edzést, mint gyakorlatot, ugyanúgy harcképtelen. Higgyétek el. Tehát egy begyakorlott, éppen formában lévő, nem elég itt a hatatokat. Önnek ilyen, olyan örületes fegyverekkel rendelkeznek, amit álmodban nem tudsz elni. Nem tudom magad megvédeni tőle, ha nem próbálkozom, ráfogsz egy kést, ilyen félelmet, vagy valami, adj neked, és kell ez neked. De lehet, hogy ezt álmodban is téged bánni, például ilyen is. Lehet, hogy rögtön onnan néz ki, de nem akar bánni. Sok ilyen eltérítéses esetem volt, hát én pszichiátereket is tanítatok hipnotizálni. És hát ezeknek általában van hipnotis vizsgálja, csak éppen nem tudnak hipnotizálni. Igen, papírja van, de attól még a tudása nincs. Én mutatom neki az érveli hipnózistát, meg tudom én. Egyszer egy tanítványokat mutattam nála. Volt nálam egy CIA pali, meg a két Samasz, a két ilyen testőr volt vele. És akkor elmondom, hogy hát ugye honnan jött. Hát igazából én mellé beszéltem. Úgy így csináltam neki. Elkezdtek ellenségben, kiküldtek ki a földön kemény, mindent ellenség. A két Samasz, aki jött vele, az meg majdnem szal. Hát ez itt elmond mindent, ez a hülye, ez elmond. Ezt hívják életi hipnózisnak, mert ő nem lesz észre. Mondja, mint a csak. És utána azt mondom neki, hogy erre már nem fogsz emlékezni, akkor nem fog emlékezni, ahogy elmondom. Ez már az életes. És ez így működik. És tehát az a lényeg, hogy nagyon sok ilyen esetem volt, aki eltérítettek, és a morzasztóan félt. Tele volt ilyen rettenetes nagy félelmekkel. Nem lehet kitörölni ezt a félelmet, az ilyen nagyon gyökér, mély félelem, azt nem lehet kitörölni. Azt képzel el, hogy te most egy ilyen materialista görcsölésben vagy, és akkor berácsosztatod az ablakodat, mint az állat ilyen rácsokkal, berácsosztatod, tüskék vannak rajta, minden valamit elképzelsz a kis agyacskában is. Hű, áramot vezetsz bele, minden van. És a földön kívüli, meg megjelenik a szobát közepén. Nem kell itt az ajtón bejönni, ha a szobát közepén jelenik. És az előbb vagy. És azt mondja, tényleg komolyan, ha olyan komolyan mondhatod ezt a kis kézére, a három alján, azért villanypászt oldalt, ne eléskedjél, amelyen. De ne, nincs szeszben. Hát komolyan. És akkor ez a lényeg az egésznek, hogy azt képzelik emberek, hogy majd ő rácsopesz lakatot és pántot és üzéset. Hát ez egy betűnő ellen félig mennénk meg, vagy félig mennénk. Szerencsére én a jó oldalon harcoltam én. Tehát én nem a gonosz oldalon harcolok, én a jó oldalon harcolok közben. És ezt most sok mindenből látjuk. De a lényeg az, hogy vannak a gonosz oldalán is. És nagyon jó kiképzettek is vannak. Tehát a tudás, amit tudsz, az mindig úgy tud megvédeni, hogy például észreveszed. Nagyon fontos. Észre lesz a lakosságnak. A gonosz az mosolyog. A gonosz mosolyog. Nagyon is mosolyog. Csak az benne, csak látszik a vicsorgása. Hát, Denszki, na. Így mosolyogott a Denszkiében. Így mosolyogott. Gábor Károly, ez a mosolyogás, akkor a szerelék. Helyezkes gyerekeket már. Komolyan. Mert láthatom, hogy mosolygott a tévében mindig. De hát... Ez egy ilyen görcsölés, egy ilyen... Ez a King Smiling, ez az amerikai kárisban, amit mosolyognak rá, de nem azt gondolja,
Tehát ez a mosolygás nem valódi, nem az érzelme, mint hogy szeret téged, vagy a nem az érzelme, hanem őt az érdekeit. Itt csak mosolyog felét, hogy hátra, hogy könnyebben el tudja érezni. Meg mindig arról szól a történet. De most vannak persze ott is kivételek, mert azok is van, nagy részben Európában mentek ide, de hát ugye vannak némelyben Indiát élnek. Az ilyenek a kármának a vicceinek az eszembe. Gonosz nagyon jó szívem. Hallgatik az arab sejk. Az arab sejk hallgatik. Megvizsgálják, és össze-vissza kutatnak, és kiderül, hogy csak egyetlen egy embernek a vére jó neki a gyógyuláshoz, a kódnak a vére jó. Semmi más nem aztán menjünk. Hát, elmennek a két küldött ember a kórhoz, mondják neki, hogy hát azért jöttünk, hogy hát vér kellene a sejtnek, mert hallgatik, és csak a tevéred jó, az egész világon senki más sem jön. Hát bocsássatok meg, ezért nem egy rabbi, hogy elmegyek a rabbihoz, hát rabbihoz, mondd meg neked, hogy tényleg, hogy én ezt megtehetem, hogy hát ember, a sejt is egy ember, te is egy ember vagy, neked kötelességed, hogy segítség. Nem is rabbi, segít is neki, vért ad neki. Így megoldjuk a sejt. Eltelik két hét, bazd meg lányával, alig bérek becipelni. Két ilyen valami, mert hordát behozza, leveszi. Köszönnek és távoznak. Kinyitja a lányát, tele van aranyodatokkal. És egy köszönöm neki. Ó, ez igen. Hát gazdagság, minden megvesz, konfetti, brillantú, hajó, csajó, minden van. Na, minden oké. Okay. Eltelik a bét. Megint csak kapognak hozzá, jön a sejtnek a két ember. Már nem megy a rabbihoz, már semmi, már megy vért adni, minden boldogan. Már eltelik egy pár nap, jön egy bombon, meg egy köszönöm levél. Kibontja a bombon, arra semmi, köszönöm szépen. Már elmegy a rabbihoz. Hát a kedvetes rabbiák, nem értettem a múltkor, miért adtam neki, akkor adott egy lára arra. Most meg küldött egy bombot, meg egy köszönelevelet. Ez még sincs rendben. Én azt nem értem, hogy te mit nem értesz ezen. Most már a te nevén van. Akkor téged, mi lett a harmadik Napóleonnal? Hálat vittek be. De én nem mondok a poénját, persze nem volt, nem mondok. Nem volt jelentősége, mert már a második nem játszott, mert a második már azt mondta, hogy én vagyok a Joseph, ugye? Akkor nem játszott, az átmegy nőbe. Tehát, hogy mondjam, már viccetnek kell mesélni, hogy egyébként is tudom, hogy mi egymás nélkül már nem szoktuk indokolni a vicceket, hanem csak szóljuk az oldalokat, ugye megjön, és rövődött az állat. Jókat lehet rövődni egy jó viccet. És ez a lényeg az egész. Én tanítok titeket nevetni. Én azért mesélek nektek vicceket, hogy jó, tehát jó érzéssel aludjatok el. Mert ez nagyon fontos, hogy nem úgy aludjatok el, hogy te fárasztod minket, hogy tesz éjfélig ez a gőre, és mindent össze, hogy nem, de már jó érzéssel aludjatok el. A véleményetek az majd lesz. De a jó érzés az fontos, és ha nevettünk egy jót, akkor már az emberállal megértek, komolyan megértek. Egy jó nevetés, hát ez minden jó. Hát ismertem az ezért az észak-magyarországi munkásért parasztokat, mert együtt voltunk szalatóriumban, sokan van. Jóval beteg voltam, szalatóriumban voltam, jól fekel. Hát, vagy hogy nem, ez a Pali, azt mondtam neki egyszer, hogy itt a kakaót, és mondom, mindjárt átdobítja a légitakat. Na most erre fel elkezdett röhögni, mert tele volt a pofája kakaóval, és az orrán két sugárba jött vissza. Most ez még csak egy dolog. Hát a nővérek azok átkoztak, mert összepancsoltak az egész előttől. De utána, másnap, uzsonnakor, bevonult a salóba így, ott itt a kakaót, utána szóltam, hogy csöcsöcs, beledít a teve.
kiköpte szét a kapot, meg a fejre, meg én. Ez egy nagy kólyagnál volt. Ez mesélte nekem, hogy el volt kocsmázni, és akkor kocsmázni, és akkor azt csinálta, hogy hazament két levek között az előszobába, csendesen, ahogy hallott, hogy a feleségbe alszik, és akkor sonfordált belefüggni az ágyba, és akkor már messzelően, sonfordált befele. Abban a pillanatban, amikor a felesége megszólalt, akkor elkezdett hátrafele menni, mondta, hogy ilyenkor te hazajöttél, most vedek el? Na, szóval ez egy megtörtént anekdotát, tehát ezek mind megtörtént dolgok, mint ahogy mit tudom én, ugyanezzel a parival szemben lévő szobában voltak, és akkor volt egy ilyen rettentalanos dundi-bundi kis növényeket, de ilyen nagyon kis dundi volt, és itt minden este megnézték mindenki benn van a szobában, mert 500 méterre volt az osztrák határ. És akkor minden este bejöttek és létszám ellenőrzés, na most utána már úgy hittem volna le, hogy akarok, de ez egy ilyen beteges kérdéség, létszám ellenőrzés. Na most akkor ezek létszámot ellenőztek, ez én szobám volt az első, ahol ellenőztek, és ez a szoba volt vele szemben, meg így ment, aztán másikorban visszajött, az utolsó szoba egyébként is. Sok szoba volt. Hát még volt egy fél óra, majdnem még az utolsó szobáig elérni, tudtam, hogy már sokáig tart. Átmentem viccet mesélni ez a haverhoz, de már nem szabadult utána már lévem a szobában, vagy mit tudom én, mert a létszám ellenőrzés, és ugye messzám, hagyják, hogy nehéz megszámolni, és akkor gyorsan hallottam, mert ilyen kis előszoba volt, és utána volt a szoba. Gyorsan bevoltam az ágyra, amikor jött a mobilke, de mivel ez volt az utolsó szoba, a mobilke van ráért. Kész, befejeztük az ellenőrzést, leült az ágyszerére, de akkor jött a fürdőszobából. Hát, csak a többen volt rajta. És ott tudta az ágyszerét, meg az ágy, ahol néztem a műsor. És hát ez aztán kiderült egy idő múlva, hogy én onnan belátok az ő műsorára, és másnap volt humorra a főorvos azt, hogy elküldött szemtelen vizsgálatot. Volt humor érzék, hogy beleégett valami a szememre biztos jelent. De tényleg akkor is olyan volt a humor, hogy mindenki fogta a rövést az oldalát, de nem volt semmi probléma. Mindig azt csináltam, diétás nekem nagyon szeretett engem, rántott csirke volt, szerettem nagyon-nagyon jó kajákat, étvágyam volt, annak ellenére, hogy fájt a gyomrom, de étvágyam. És akkor azt csináltam, hogy hoztak valami jó kaját, rakták lefelé sorban mindenkinek, én mindig így letettem a térdembe, és ültem tovább. így megkaptam, és letettem a térdembe, és ültem tovább. Jött megint a következő, kiolták ezek a lányok, hozták visszafelé a kaját, látták, hogy előttem egy semmi, megint leadtam egyet. Megettem szépen, aztán leadtam az ügyestányt, és azt így megettem szépen. És hát csak kiszúrták a csajok, hogy itt valami nem stimmel, mert több az adag, és valami nem stimmel. Mert hogy hát ezt a munkacsát csináltam, de ez nem van baj. Mert nagyon csinos volt a létás nevér is. Az élet szép. Az a helyzet, hogy nem tudod megélni ma az életedet, holnap már lehet, hogy nem is tudom. Hát, ez van. Mindig azt mondom a lejjelnek, amikor sirálkozik, hogy ne szomorkodj, holnap sokkal rosszabb lesz. Gyerekek, fogunk rá ezek, nem? Hát azért nem kell elkeseredni. Nagyanyáink sokkal rosszabb helyzetből is kivágták, hogy nagyapáink milyen rossz helyzetből. Nem csak még háború az életében. Az enyémben már volt. Szóval én már háborúztam, mert 56-ban én ott laktam, ahol a legjobb csapák voltak. Mert ez a főadi szállás volt az iskolán. A Prátorúcsó iskola volt az egyik főadi szállás, a Kordigmozinak a filián, Latta, hogy ezek voltak a főadi szállások. Na hát, a Kordigmozi az onnan 3-8-as sarokra volt, nem mondta annyira, mint ide a nagy épület. Úgyhogy ott aztán lőttek. Az oroszok, mint az oroszok, szóval lőttek. De a helyzet az, hogy hát megtanultunk ezt is azt is. Tehát a háború az én életemben átment, méghozzá a sűrűen, tehát ott a sztregetek, hullabok, minden volt. Ott, minden. Lőttek ilyeneket, szóval nem csak, nehogy azt mondjuk, hogy nem lőttek ilyeneket, meg elvtársak nem lőttek ilyeneket, lőttek az ott. Minden van. Hát az amerikai, hogy most mit csinálnak, hát nem érsz, hogy én mit csinálnak az ott.
Az mindenkit lelő maga körül. Ugye, de én úgy mondom, hogy tüzgölj, ez a baráti tűz. Mindenkit lelő, akkor lőnek kukkal egyet valahol valami, akkor úgy derélül, hogy mindenkit legépiskázik maga körül. Hát ilyen, van egy kalapács, az akkor minden lőnyészik, mint egy szer. Ugye, ahogy a Murphy törjük, akkor ütögetsz. Akkor ütögetsz. Van-e valami kérdés, hogy pár lehet? Köszönöm. Más kérdés. Parancsolom. Gyuri bácsi, megkérdezhetem a robotoktól, és azt szeretném kérdezni, hogy akik létrehozzák ezeket a robotokat, hogy rájuk is érvényes az a tudatják meg a számnak érvényes? Persze, mindenki rá egyetemben is érvényes. Persze. A Földön is nagyon próbálunk ilyen robotot gyártani. Csinálnak is. Csinálnak hát ezek is. A repülők, akik most bombáznak, és mit tudom iskolákat kórnak. Persze. Robotokat csinálnak is. A Higgs-bozon az igazából egy lélek. Azért holomatomokkal kísérleteznek, mert az holomatomok nagy tömegű atomok. De egy sokkal nagyobb tömegű valamit kell csinálni, de nem így kell. Nem így kell csinálni azt a hétbozót, csak ők még nem tudják. Tudnék, az egy nagy részecske. Mint hogy a lelked is egy nagy részecske, az nem atomokból áll, hanem ő maga egy nagy részecske. Hatalmas nagy részecske, már olyan hatalmas, hogy a szabad szemmel látsz. Ez az atomokat te nem látod. Tudod, hogy hány százezer atomon innen még ellátok odáig. Százezer atomot a levegőben, így mennek az atomok. Összeveszik, nem látsz semmit. Tehát az atomok így nem látszanak. De a negyedik dimenzióban igen. A negyedik dimenzióban forró atomok világítanak. Nagyon érdekes. Erről majd nagy később beszélünk a negyedik dimenzióról. Tehát a robotok is lehetnek mechanikus, vagy biorobotok, vagy fél biorobotok. És sokféle, nagyon sokféle felgondolás van. A biorobotok a legesleg veszélyesebbek, mert nagyon emberszerűek, és már nem látod, nem tudod őket egy könnyen megkülönböztetni se. Ha látod az aurát, akkor azért többnyire megkülönböztetni. Az auráik azért nagyon más, mint az ember. De kevesen látnak aurát, sőt, azt mondják, hogy nem is lehet. A szkeptikusok azt mondják, hogy ez nem is lehet, de lehet. Az itt ülőknek majdnem mindenkinek piros vagy kék az aurája. Egy-két zöldnek sárga van, de az itt ülőknek majdnem mindenkinek piros az aurája. Harcos. Sok piros. Az alföldiek között nagyon sok a piros aurás, az harcos. De mondjuk a székelyek is ilyenek, azok harcosok, és ezeknek piros az aurája. Az nem azt jelenti, hogy ő csak öldökölésre jó, hanem ő arra alkalmas, hogy harcolja. Mert a harc az nagyon más, egy költő nem lesz igazán jó harcos. Mert a szép teremtő költő nem egy harcol. De a költőre ugyanolyan nagy szükség van a társadalomban, mint a harcos. Az Isten nagy bajban van a harcosokkal. Nagyon nagy bajban. Mert a világegyetemben kívülős időnként betámadnak. Más világegyetemben költ. Nem is az ő fennhatóság alá tartozó világegyetemben. És igazából azért van nagy baj, hogy milyen szinten tartsa a harcosoknak az adrenalin szintjét, tehát hogy mennyire legyen kemény harcos, mert az öldöklés bűn. Igen ám, de az önvédelem még nagyon harcolnak ám a univerzumban, mert ő magát azért meg szeretné védeni, mert a családját a gonoszt. Igen, ez egy nagy probléma, nagyon nagy probléma, mert a törvény azt mondja, hogy ne ölj. Nem azt mondja, hogy ne ölj, azt mondja, hogy ne ölj. Nagyon. Igen, ez nagyon. Mert hogyha kívülről betámadnak, akkor meg kell védeni. És ha meg kell védeni. És az a kérdés, hogy a másik teremtésben lévő lelkek azok számítanak, vagy nem számítanak. Ez egy nagy etikai probléma. Ez nagyon vitali problémáink. Nagyon sok. Itt ennek a 17 fokban. Háborúk vannak mindig az univerzumban. Mindenfelé. Föl kitörnek háborúk. Egy kicsit magasabbra veszik az adalem, ami szinte összeveszik. Összekéselik egymást a kocsmába, vagy mit? Érted?
isznak egy kicsit kábítószert, amikor már is kezdődik, az már összebb iszni szokáig. Most meg már a macsolányom is lehetett szokott. Mert a lányok ugye, miután a férfiakból a nők megvárni veletek, mert a anya asszonykat a mája tényleg. A fiúkból ilyen teljesen megvárnak kudikot neveltek a mamák, túl szerették őket, ezért harcképtelenek teljesen. Olyan nagyon női esetek. Na igen, ám csak hogy ettől kedve, ki a fenének kell lenni a kudik. Ott maradnak a mama nyakán, amit a mama szeretne, az a nagyon érdekes, rohangálni szeretne még egy kicsit a liberóval, szolgálni. Hát igen, igen, igen. Hát vedd már észre, hogy a négy és a hatodás lányok félreztettek, azok már felnőtteknek számítottak félig meddig, és már 18 éves korában mindenképpen félreztettek, és nagyon akartak gyereket, és nagyon akartak családanyák lenni, és babázni, és szeretni, és tele voltak ilyen indulattal a lányok. Még az én fiatalság idején még sok ilyen. Egy lánynak, hogyha eljegyezték, így járták az utcán, hogy vagy egyébben így ilyen Pesten, 8. kerület, nem állt egy falon, felmérte a 8. kerület, így mászálltuk, így mutatták az őkat, mindenkinek, hogy itt van már tudod. Engem már eljegyeztek, tehát ők annyira és gimnazista lányom is, meg mindenki. Tehát borzasztóan boldogok voltak, hogy majd ők már családanyák lennek, és felmérte lesznek, és családanyák lesznek. Ez egy indulat. Most már a nők harmada egyáltalán nem sokan gyereket. A harmada. A negyede meg menni. Komolyan. A negyede a férfiaknak is, meg a nőknek is menni. Vagyis, hogy nem is lennek gyerekek. Most rettent ugye, a szokásoknak miért kell változni? Mert ha nem követed a, nem tudod válni, vagy a világváltozásait követni, akkor nagy bajban leszel. Most arra gondoljál, hogy elveszel egy meddőzőt. De nem tudom, hogy meddő, majd a 5 évi próbálkozás után kiderül, hogy neki nincs gyerek. Hogy egy meddő palinsz hozzá, amit feleség. Ugye, ugyanaz. És hogyha 25% meddő, akkor meg sokkal több, mint 25% lesz a meddő állóság, akinek nincs gyerek. Na, hát mit csinálnak most a férfiak medvál észre? Megvárják, hogy a nő megszűnj a gyereket, és életképes a gyereke is lesz a feleségét. Érted? Megtartja a becsületet, de már nem bizonytalankodik, mert most képzeld el, ráadozza az életét valakire, gyerek meg nincs. És ő szeret. Hát a régen a nőknek a nagyon ritka volt a menő, most meg egyre szakadik. Hát mindenféle mocskot beszedünk, mint eszünk a férfiak, hát a férfiak régen így a betegyeket berúgták, hogy látjuk ott a gyerek. 14 millió volt a spermium száma, most 4. 4. 14 millió volt, és most 4. Értitek, hogy mi a... És az már nagyon macsó. Mert a nagyon macsó 4, de már azért halad. És akkor képzeljétek el, hogy akkor mi a csoda van. Tehát akkor egy kezd kihalni az emberiség. Ez lehet ám sugárzások, rádiaktív sugárzások, és terrorizál. Igen, megölja azokat a sejteket, amik a spermiumok ellen nőnek, meg elpusztítja a betegségként. Mert lesz a kis dolgok születnek. Ugye, mert ez a veszélyes nyilván. Hogy hívják a dolgok a feleségét? Hogy mutatja meg? Gnő. Igen, sok ilyen vizik, mert hogy a nők 35 éves, majdnem 40 éves korukban akarnak már csak gyereket szülni. Igen ám, csak hogy rádiók áttér folyamatosan pusztítja a betegségét. 16 éves korában ezek még nagyjából frissek. De mi van 40 éves korára? Már tele van genetika hibával. Mert a rádiaktív sugárzás kiki böki belőle egy innen onnan annak. És a nők a betegségekkel születnek, és nem vannak meg vele többire. Tehát együtt szül egy kislány, már hoz magát ennyire a betegséget, az annyi. Ezeket elmenstruálgatja a havonta, és vége. Ennyi. A nők így működnek. És ez jó, hogy így van, mert a földön kívüli nők csak egy évben egyszer menstruálnak. Bizonyan. És nálunk a nők meg 28 napot menstruálnak. Mi lenne, ha hol gyorsabban forog? Elvérzem. Persze. Ha gyorsabban van, az elvérzem. Tehát az a lényeg, hogy ez egy fantasztikus lehetőség a szabadulásra, de nem érünk vele.
most különösen Európában valakik elterjesztették, hogy ez ciki. Tehát a gyerek ciki, ha már két gyereked van, az is ciki, az egyéb is kezdődött, az nem most, hanem már ezelőtt 50 évvel erősen nyomták ezt a propagandát, és így szép lassan elvegszik a társadalom, mert Európa elvegszik, csúnyán elvegszik. És aztán jön a adatvás meg az adója, mert az adja a vizét, a nyugdíjunkat meg már régesik azt mondták. Ilyet politizálták ezt a nyugdíjunkat, így már semmi. Azt hiszem, hogy azért tudod, mondogatják, hogy a fiatalok tartják el az öregeket. Persze most már. Miután elsikasztottad a pénzt. Mert hogy én egész életemben fizettem a nyugdíjátlétot, bocsánat, az olyan, mint egy bankra, ahol befelé a pénzt. Eltapsolták, elsikasztották a pénzt, és azt mondják a fiamnak, hogy hát te tapsolod az apádat, mint tényleg. Akkor én miért fizettem el egész életemben? Mert elveszed ez a történet. Bizony. Egész életemben fizettem. Nem a fiatalok tartottak volna el, hanem is azt mondták volna el a pénzét. Azért dölt be az egész. Az volt, jó vicc volt, mindig a pártitkárnak magyaráztam, hogy a kapitalizmus az már szakadék szélén van, de mi adunk nézzük, hogy mikor fog leesni. Úgyhogy ez is olyan volt, hogy a szocializmus, mert azt is tudottam, hogy gyerekek, a szocializmusnak van jövője. Annak van jövője. A jelenet is, mert a jelen magam, hogy nem ültem. Na, hát köszönöm szépen a figyelmeteket, még mikor lesz előadás? Majd, hogy lesz, mikor lesz a kérdés?